Sziasztok emberek, én Pinkarizom vagyok, bocsánat, a kómás fehér, most keltem nemrég, és hát úgy gondoltam, hogy kicsit videózgatok a Lizikével, aki most hát elég szomorú időket él, mivel úgyis nagyon rég volt vele videó, igazából egy videó volt vele, akkor, amikor megkaptam, és azóta meg szeretném mutatni nektek, hogy mekkorát nőtt, hogy mik történtek vele, illetve ilyen kis apróságok. Illetve a videó végén egy ládanyítás még azért beiktatok, mivel az mindig jó, ugye? Na, nyújság, Lizike. Mesélj, miért van rajta ez a töltsér? Mit csináltál? Igazából annyi, hogy eltávolították hátul a két farkaskörmét egy műtéttel. Igazából ez azért volt fontos, mert folyamatosan összeakadtak a körmei, és az nem kellett, mivel azt nem használja, az csak ott lóg, és beleakad mindenbe. És az nem a legjobb dolog, ugye? És hát kapott egy ilyen kis töltsért, hogy ne tudja piszkálni a lábát igazából. De úgy látjátok, mekkorát nőtt. Tehát nem tudom, mekkora volt a videóban, amikor csináltam vele a videót, de hát nem ekkora volt nyilván, ugye? Ugye? Kis rossz csont vagy. Ja, sokan kérdeztétek egyébként, hogy mivel ilyen sok idő eltelt, hogy viselkedik, milyen lett. Hát igazából egy jó kutya. Tehát ez a tipikus pont eléggé rossz, pont eléggé jó. Ilyen kis átlagos kis kutyusos. Ugye, hova mész? Jaj, nem akarsz szerepelni? Hát jó lol. Akkor is én idejövök. Na is, szia, ismételten üdvözöllek, kis töltsér. Hát általában akkor szokott ilyen kis butuska lenni, amikor megjön az egész család, akkor így, hát eléggé kis rossz kislány lesz, de amúgy nézzétek meg, egész nap alszik. Most ugye én vagyok vele itthon egyedül, mivel beteg vagyok, és mindenki dolgozik. Aztán, ja, ilyenkor nyugodt, hál' Istennek. De amint megjön az egész család, elkezd rohangálni össze-vissza. Ugye, kis baba. Most lesz egyébként nem tudom hány hónapos. 6-7? Fingom sincs. Már egy gyors matek, 9. hónapban született. 1, 2, most 6 hónapos. Ha jól számolok, hú, remélkedünk benne a kettes matakom azért kifizetődik. De igazából, ja, nézzétek meg, milyen kis aranyos. Ugye? Kis töltsér. Annyi a baj tényleg, hogy neki megy mindennek. Tehát amikor benn vagyok a szalva, annyit hallok, hogy faltól falig megy, neki megy a lépcső. Az a legírtesebb, amikor feljön a lépcsőn. Lépcsőfokonként üti be a kis galériát, ugye? Nagyon jeges idő szokott lenni. Számára. Illetve inni is alig tud, enni is alig tud a kis töltsér, mert azért oda kell emelni a kis szájához a tálat. Úgyhogy igazából ennyi. Túlestünk már rengeteg szurin. Ivartalanítás az majd később lesz. De már úton vagyunk afelé, hogy nagy kutya váljon belőle, ugye? Na, ide is tértem a gépemhez, lemerült a telefonom, és ott kellett hagyjam a kis Lizikét. De ja, igazából ennyi a lényeg most jelenleg, ez történt vele, illetve ez van most. Még pár napig rajta kell lennie a kis gallérkának, aztán jövő hét csütörtökön megyünk, amint most csütörtökön, nem tudom mikor látjátok a videót, de csütörtökön megyünk varratszedésre, kötésszedésre, és leveszik róla a kis kallérkáját is. Aztán újra egy ilyen kis eleven kutyuska lesz. Most eléggé ilyen nyugös, behúzza a farkát, és egész nap alszik, nem csinál semmit. De igazából megértem, ha nekem is lenne egy lámpabúra a fejemen, akkor én se csinálnék semmit. Na de elég a dumából, nyitogassunk ládákat, ugye most az egyik fő szponzorom ez az OP Skins. Item unbox, és hát nézzük is meg, hogy mik vannak itt, miket nyitogatunk. Na, el kell mondjak ismételten néhány dolgot erről az oldalról. Ugye ezek a viral itemek azt jelenti, hogy rendes eredeti dolgokat lehet nyitni, ugye már ez nem az a tipikus cségó láda nyitogatásos téma, hanem rendes cuccokat lehet nyitni. 18 év alatt ne próbáljátok ki, senkit nem akarok erre buzdítani, hogy 18 éven aluliak ezen az oldalon játszanak. Annyi a lényeg, hogy itt a sneakerek, illetve ezek a highbeast cuccok, ezek 100%-ban eredetiek, StockX-ről vannak, amiket kapunk, amiket nyitunk, Razer cuccok, azok is szintén eredetiek, tehát nem egy szar dolog, illetve nem egy kamu oldalról beszélünk, mivel aki ismeri az OP Skins, az tudja, hogy az OP Skins nem kamu, rengeteg nagy videós onnan szedte ki a Cségóból származott pénzét, illetve ott is adták el a cuccokat.
És itt még egyszer el szeretném mondani, hogy az akuntom nincsen felbusztolva. Tehát tényleg úgy mondta nekem a csávó, hogy én megkérdeztem, hogy fel van-e busztolva az akuntom, hogy tisztában érkezett, és azt mondta, hogy nincsen. Az a lényeg ebbe az egészbe, pont ez a lényeg, hogy rendesen adjam át a... Tehát, hogy valódi legyen az öröm, illetve ez a lényeg ebbe, hogy nem nyitok semmit, akkor is fel kell töltsem a videót, illetve ha nyitok valamit, akkor is fel kell, hogy nyilván töltsem, úgy lesz belőle jó dolog, de nincs felbusztolva az akuntom. Én ezt most tényleg őszintén megmondom nektek, ha fel lenne busztolva, elmondanám, de elmondanám, mivel nem érti az emberünk, hogy mit mondok most ebben a videóban, tehát simán mondhatnám azt is, hogy fel van busztolva, de nincs felbusztolva az akuntom, én nem tudok róla, és ez meg is látszik a videókban, hogy általában egy ládából szoktam jó dolgot nyitni, de abból mondjuk mindig, amire 10% esélye van, hogy kinyisd, ami nem kevés. Ugye a viral szó az a virtual item in real life szóból ered, azaz virtuális tárgyak a való életben. És még egyszer, plusz 18-as ez az OP skins, illetve ezek az oldalak is. Ha esetleg mégis szeretnél játszani és 18 éves elmúltál, akkor az OP skinsnek van egy hatalmas promóciója, amiben az új felhasználók visszakapnak 25 dollárt 24 óra elteltével. Van egy kép róla, hogy hozzá kell adnod 25 plusz dollár értékben az akkuntodhoz pénzt, nyisd ki valamit, ami legalább 25 dollár, és 24 óra elteltével visszakapsz 25 dollárt az akkuntodra, ami azért egész jó. És ha esetleg 18 éven felüli vagy, és szeretnél ezen az oldalon játszani, amit nem ajánlok egyébként, akkor itt vannak a fizetési módszerek, giftkártyával is tudsz, amit a G2A-ről, Kingwin-ről vagy a gamivo.com-ról veszel, tehát ebből is látszik, hogy nem egy kamu oldal, mivel a G2A meg a Kingwin is egy eléggé jó oldal. Skrill, ugye G2A-n is tudsz fizetni, PayPal, rengeteg fizetési módszer van itt, tényleg Bitcoinnal is, amivel akarsz tudsz fizetni itt. És csak az utolsó dolog, amit el kell mondjak, hogy ismételten lesz egy nyereményjáték, kisorsolok majd egy olyan dolgot, amit a videóban nyitok és én választok ki. Annyi a dolgotok, hogy leírásba beküldjétek a trade-offer linketeket, mindjárt meg is mutatom, hogy hol találjátok, rámentek arra, hogy beállítások, a trade.opskins.com nevű oldalon, és a csere URL-eteket ki másoljátok és belinkelitek. Ezt viszont mindenképpen tegyétek meg, ez teljesen ingyen van nektek, belinkelitek a leírásba, én meg majd kisorsolok titeket és elküldöm nektek. Hú, na várjál, nagyon sok mindent mondtam már, én is összekavarodtam, most kell nyitnunk, ugye? Így van. Ugyanazon az oldalon lesznek a nyitogatások, amint látjátok. 10%-os Adidas ládával? Én egyből azzal kezdek rohadjak, mert hogy egyből túl legyünk a jó dolgon. Én azt mondom, veszek egy ilyet. Ebből a ládából kettőből kétszer jó dolog jött. A harmadjára is jó dolog fog jönni, én beszarok. Ehhez most fel kell üljek rendesen. Nyissuk. Egy 50 dolláros giftkártya, ami amúgy ugyanúgy rohadt jó. Mert 50 dollár az 50 dollár. Megtartjuk, én azt mondom, ezt megtartjuk. És kinyitunk még egyet. Hát gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pörögjön. Open case. Gyerünk, egy Jordant, egy jó Jordan of White-ot. És ne valami giftkártyát, de neki... Jó, 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 jaj de jó, köszönöm! Nincs ilyen! Ó, Istenem, köszönöm! Killshoot 2 liter, ez mennyibe került? Ilyen cipőt nem is láttam. Na várjál, most rákeresek. Ez egy bőrcipőnek tűnik. Igen, egy 30 ezer forintos cipő körülbelül. Egész jó, gyerekek! Pöpec! Pöpke! Pöpke! Igen, megint írni fogják kommentbe, hogy haha, kamu, rigged oldal, megint cipőt nyitott ez a csicska. Hát ez ilyen. 10% esély volt rá, és én kinyitottam. Nyitogassunk kis ládákat. Azt mondjuk, hogy iPad Mini-t, AirPods case. Hát egy AirPods-nak a kis cucca. Nagyon jó. Egy Yeezy doboz, nyissú! Egy nyitok! 30 kulcs. Pörögjön. Megvettem. Ebből is cipő jön be, leszopom magamat, esküszöm. Ah! 10
páros giftkártya, ne. Van ilyen. Ez egy 60 dolláros láda volt, emberek. 60 dollár és egy 10 dolláros szar. Open se? Ami jót. Pirosat. Az a szar. Még nem tudta a videókártyát egyébként. Van még 9 kulcsunk. Nyilván a kés mellett kell megállnia. Ebből nyitni akarok még egyet. Na nézzük. Nyitunk-e kést. Új, és megint a kés mellett átnak, hogy szakadjon meg, 2 centes szar. Open! Ó, boy! iPhone 8. Tok. Meg egy iPhone 7-re is, ugye? Ezt nagyon szétadom, emberek. Hát ez pörögjön. Ennyi volt, van egy kulcsunk. Nyissuk el. Nyissunk belőle egy kést. Ebből még jöhet jó. Annyi piros van amúgy, meg annyi 82 cent. Köszi szépen! Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a videóban. Mostantól megpróbálok minden ilyen gambling videó elejére tenni valami kis olyan dolgot, amit szívesen néz mindenki. Mivel tudom, hogy gamblinget sokan nem szeretik, viszont sokan szeretik, ezért megoszló. Ezért szeretnék a videók elejére mindig tenni egy olyan dolgot, aminek mindenki eleget tett. Vagy hogy mondják ezt, nem tudom. Hajam az förtelmesen szar, második hete vagyok itthon egyébként, mert be van gyulladva a májom, de már jobban vagyok egyébként, ezért nem mentem iskolába, ezért fodrászhoz sem mentem és leszartam magamat, hogy így őszinte legyek. Na köszönöm szépen emberek a figyelmet, megint profiton mondjuk nem vagyunk. Nyitottunk egy 160 dolláros cipőt, egy 50 dolláros giftkártyát, egy 10 dolláros giftkártyát, az 220. Még egy 20 dollárt, az 240. Hát talán egy 5-6 dollár profitba, ha vagyunk. Mivel a kulcsok azok 250 dollárt érnek. Na mindegy, profitből jöttünk ki, az a lényeg. Na van emberek, köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor iratkozott fel a csatornára, és dobjatok egy lájkot a videóra, és tényleg senkinek nem ajánlom, hogy ezzel a játékkal játszom, mivel nem vagytok 18 évesek, akkor ne játszatok. Ha pedig esetleg megjött a kedvetek, és 18 éven fölliek vagytok, felnőttek vagytok, akkor meg ahogy gondoljátok, senkit nem buzdítok erre. Köszönöm szépen a figyelmet, emberek! Én Pink Horizon voltam. Sziasztok!